Ilyen csodálatos egyveleget alkot a vibrafon csengése és az óceán dob hullámokra emlékeztető hangja. Többek között ezeket a különleges hangszereket is láthatták és hallhatták azok, akik részt vettek Bonyhádon a Percek kúriában megtartott térzene programon. A Percussion Project Pécs egy ütőhangszeres formáció, akik fő célkitűzése az ütőhangszeres muzsika széles körben történő prezentálása és megismertetése. Pécsre jöttünk. A nevünk az picit kacifántosnak tűnik, a Percussion az ütőhangszereket jelöl. A projekt azt azért vettük be direkt a nevünkbe, mert projekteket játszunk, illetve vállalunk. Most a duó formációnkkal jöttünk, de volt már olyan projektünk, hogy 11-en voltunk egyszer egy színpadon, mind ütőhangszeresek. A mai koncertünknek a címe a Vibrafon varázslatos világa. Ez direkt arra hagyasz, hogy www. A PPP pedig ugye a nevünk a Percussion Project Pécs. Szeretnék köszönetet mondani először is a térzenéseknek, másrészt pedig Bonyhádnak és a szervezőnek, Lukács Józsinak, hogy meghívott minket. Remélem, hogy a trió formációnkat is itt előadhatjuk. Remélem, azt már szabadtéren és napsütésben. Ott hárman vagyunk, és ilyen nagyon happy Brazil. Az ilyen igazi ütős koncert. Ez inkább a pohárborral vagy a kávésüti mellett fogyasztható zenei alkotásunk, vagy ilyen egyvelegünk. A zenekar a térzene programsorozat keretein belül kapott meghívást Bonyhádra, ahol közönség előtt mutathatták be a hangszer különlegességekkel megspékelt előadásukat. Elmondásuk szerint közönségbarát örömzenét játszanak, amely 0-tól 99 éves korig mindenkinek ajánlott. Koncertjeiken ritkán hallható zenei eszközök is megszólalnak, dalaik a ragtime-on át a latin muzsikáig mindenféle műfajt felölelnek. Nagyon színes a palettánk, minden egyes opusz gyakorlatilag a mi szájízünk szerint került áthangszerelésre, mert hogy nem az eredetit játsszuk. Johann Sebastian Bach még nem ismerte se a vibrafont, se a basszusgitárt, és a saját szájízünk szerint egy triót alkottunk, de Stingtől kezdve Michel Camillon át, és nyilván nem erre a dúóra íródtak ezek a darabok, úgyhogy ezeket gyakorlatilag áttettük a saját hangszereinkre, illetve a saját szájízünk szerint játszunk. Fontos dolog, hogy ez is ugyanúgy a trió formációnk, ez egy performance igazából, tehát nem láthattuk kottálványt, és nem Beethoven-től játszunk eredeti hangszereken, eredeti darabokat, hanem gyakorlatilag ismételni tudom magamat, a saját szájézünk szerint alkottuk meg az átiratainkat. Minden egyes ilyen átiratnak megvan a külön története. A legfrissebb darabunk, ha jól emlékszem, az Stingnek az egyik opusza, amit nyilván nem így adnak elő. Ezt én a feleségemnek hangszereltem át, a Vibrafon nevű hangszerre, hogy legyen egy kis én ideje gyakorolni, és mivel a vibrafonnak véges a hangterjedelme, és inkább magasan chillingelve szól, ezért ezzel a basszusgitárral szerintem egész jól ki tudjuk magunkat úgy egészíteni, hogy gyakorlatilag a basszus is szóljon, meg a dallam is így külön elválasztható legyen, és onnantól kezdve pedig egyben is remekül szól szerintem. A koncerten nem csak zenét hallgathattak a résztvevők, hanem az előadók jóvoltából megismerhették a hangszereket, illetve egy-egy darab születésének a történetét is megtudhatták. A vibrafon igazi különlegességnek számított a műsor alatt. Egy idiofon ütőhangszer, nem membranofon, amin van bőr, tehát ami köztudatban egy dob, van egy test, ráteszünk egy bőrt, régebben állatbőrt, most már inkább plasztikot, azok a membranofon hangszerek, az idiofon hangszerek pedig azok, amelyikeken nincs bőr, vagy nem dob. Tehát önmagukba szól. Például ez is egy idiofon hangszer. A vibrafont azt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy zongora, csak ütjük, és hasonló a xilofonhoz, csak nem fából készülnek a hanglapjai, hanem fémből, és ezen is van egy pedál, amivel meg tudjuk hosszítani hangját. Ezt kezeli Eszter. Én pedig 97,6%-ban basszusgitározni fogok, de ahhoz képest elég nagy ilyen kütyű áradatot láthattok itt. Van itt egy hangdram, van egy óceánnak a hangját, vagy egy óceándob, ami az óceán hangját hivatott ugye imitálni. Van egy elektromos dobunk, amiben több ezer elektromos hangszín van, amit előre be tudunk programozni. És hát egyéb ilyen kis zöre és zajkeltő hangszerek. Vagy például ez a kalimba.
közel 3 éve, hogy a Zenevilágnapján útjára indult hazánkban a Térzene névre hallgató programsorozat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága azzal a céllal hozta létre az eseménysorozatot, hogy minél több érdeklődött lehessen bevonni a sokszínű zenei kultúra vérkeringésébe, aktív muzsikusként vagy zenekedvelő közösségként egyaránt. Országjáró turnék alkalmával számos zenekar, előadó mutathatja be alkotásait, performanszait a nagyvárosoktól kezdve egészen a kisebb településekig.